Vajuttak a hegyek, mondják a GKI elemzői, akik úgy értékeltek a kormány munkahelyvédelmi akciótervét, hogy az számottevően rontja a költségvetés helyzetét, miközben érdemben nem bővíti a foglalkoztatást. Derül átóbb egyébként az Országos Kereskedelmi Szövetség, mert azt reméli, hogy a gazdaság növekedése serkenti a munkahelyteremtést. A GKI szerint a foglalkoztatás bővítéséhez inkább jogbiztonságra, beruházásokra és főleg hitelességre lenne szükség. Vendégem Karsai Gábor, a GKI vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval önök azt mondják az elemzésük végén, hogy különösebb hatást nem fog gyakorolni ez a javaslat, ez a munkahelyvédelmi javaslat. Miért? Igen, hát tulajdonképpen erre szokták azt mondani, hogy röviden jó, bővebben nem jó. Jó a TB járulékok csökkentése, a GKI is egyébként 2010-ben ezt javasolta, többek között az egykulcsos SZIA bevezetése helyett ez egy észszerű dolog lett volna, ez javítja a cégek helyzetét. A jelenlegi bevezetés azonban nagyon sok problémát vet fel. Hát az egyik mindenek előtt az, hogy hiányzik a fedezete ennek a körülbelül 300 milliárdos programnak. Amit tudunk, ugye az államkincstárra kivetették a tranzakciós adót, ugye eredetileg itt 100 milliárdos nagyságrendről volt szó, kiderült, hogy ebből körülbelül 10 milliárd várható. A Nemzeti Bankra is kikívánják vetni a tranzakciós adót, ez ugye törvényileg is, jogszabályilag is feletté vitatható. IMF tárgyalásilag lehetnek még következményei? Hát nem csak úgy, szóval még az IMF-től függetlenül is lehetnek ennek következményei, ez alig ha megvalósítható elképzelés, és egyébként ha meg is valósítható, akkor is a következőjében a Nemzeti Bank veszteségét pótolni kell, tehát a költségvetés egy évet tud nyerni, de igazából később ki kell ezt pótolni. Persze ők erre azt mondják, hogy aki időt nyer, életet nyer, mármint most ezt természetesen ezt a konkrét mondatot nem ők mondták, csak én mondom, de ez a lényege az elképzelésnek, mert hogy ez alatt az egy év alatt, mondja Matolcsi György, majd fellendül a gazdaság, és akkor ebből a megtermelt plusz jövedelemből vissza lehet fizetni. Hát igen, ez a harmadik 100 milliárdos remény, hogy az országvédelmi alapból kölcsön lehet venni ezt a 100 milliárdot, ugye ez a tartaléka a költségvetésnek. Azt remélik, hogy az 1,6% helyett 2%-kal fog növekedni a magyar gazdaság. Na most 1,5%-nál magasabb ütemet eddig sem mondott senki. De akkor még nem látták a munkavédelmi akciót. Igen, de hát ennek, mint majd beszélünk nyilván róla, olyan nagyon sok hatása valószínűleg nem lesz. Beszéljünk róla, mert valóban erről egyébként már sok szó esett, ezt rengetegen számon kértek a kormányon, nincs miből. De tegyük föl egy pillanatra félretéve ezeket az aggályokat, hogy előteremtik a 300 milliárdot, el lehet-e várni ettől a programtól, hogy azt a fajta fellendülést hozza, amit Matolcsi György ígér? Hát egyfelől a cégekre gyakorolt hatása nem olyan nagy. Tehát ez a 300 milliárd forint, körülbelül 65 ezer milliárd forint a cégeknek az összes költsége. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy 0,5%-os költségcsökkentést jelentene ez az egész csomag. Ugyanakkor már tudjuk, hogy jó néhány új adót is bevezetnek jövőre, tehát ennek az egyenlege nagyjából egy 0,2% lesz, ez nyilván nem igazán előnyös. De vannak biztos, itt célzott csoportok, akiknek a munkaerőpiaci helyzetét lehetne ezek? Hát valószínűleg védelemre jó, tehát én azt nem akarom mondani, hogy ennek semmi értelme nincsen, mert valóban bizonyos rétegeknél a helyzetet valamilyen mértékben javíthatja. Hát de ezt így hívják, munkahely védelmi. Hát igen, de hát ebből ugye azt jelenti, egyrészt azt gondolom, hogy a nagyon sokat ettől se lehet remélni, valamit lehet, na de azért a 300 milliárdot valamilyen módon elő kell teremteni majd a költségvetésnek valódi eszközökkel. Ez feltehetőleg, ahogy a kormányt ismerjük, nem annyira reformokból, mint inkább újabb adókból fog adódni. Ez megint rontani fogja akár a lakossági vásárolóerőt, a cégek vásárolóerejét, a cégeknek a költségviselő képességét. Tehát ebből újabb problémák lesznek, tehát ettől olyan nagyon vérmes reményeink nem lehetnek a javulásra. Kiknek lehetnek esetleg kicsit vérmes reményei? Vegyük sorra, mondjuk itt vannak például azok, akik majd a kisadózói körbe bekerülhetnek, tehát a 6 millió forint éves jövedelem alatt termelő vállalkozók. Hát ugye itt az a probléma, hogy azok, akik megvásárolják ezeket a szolgáltatásokat, nem számolhatják el költségként. Tehát ez gyakorlatilag csak a lakosság számára teljesítők, mondjuk egy fodrász például megcsinálhatja ezt, de mondjuk egy fénymásoló, aki már részben cégek számára, vagy kisvállalkozók számára dolgozik, sokkal kevésbé. Tehát itt, hogy ezt hányan fogják választani, egy nagy kérdés, ez szerintem egy 10 000-es nagyságrendű. Hiba? Egyébként ön szerint, hogy a kormány leszűkítette nyilván szándékosan az intézkedést a lakosságnak szolgáltató vállalkozások körére? Én nem gondolom, hogy ez hiba.
inkább azt gondolom, hogy ettől olyan különösebb dolog nem várható. Tehát itt állandóan van egy cikk-cakk, bizonyos húzd meg, erezd meg dolog. Az EVA kapcsán is, ami egy bevált módszer volt, voltak szigorítások, most függőben van, hogy folytatódik-e az EVA. Tehát van egy állandó bizonytalanság, és tulajdonképpen az, hogy ezek a mai jogszabályok így maradnak-e valóban a őszi költségvetési vitában is, ez felettébb kérdéses, hiszen, ahogy említettem, a 300 milliárd az hiányzik, vagy ennek a nagy része hiányzik, amiből nyilván adókkal lehet megteremteni a fedezetét, másrészt a beígért dolgokon is lehet egy kicsit korrigálni, nem olyan százalékos javulás lesz, nem annyi mindenkit érint. Mennyire érinti pozitívan a tartós munkanélkülieket ez a program, hiszen többek között az ő alkalmazásukhoz adnak kedvezményeket a csomag? Hát azt gondolom, hogy eddig is voltak a tartós munkanélküliek számára különböző akciók. Igen, ezt hívták eddig startprogramnak. Így van, például. Ezek nem nagyon hoztak eredményt. Nem elsősorban a járulék az, ami akadályozza az ő foglalkoztatásokat. A tartós munkanélkülieknek egy jelentős része olyan helyen lakik, olyan a képzettsége, vagy nincs képzettsége, vagy elavult a képzettsége, hogy nagyon nehéz újra bevonni a munkavilágába. Nyilván van megint egy szűk réteg, akinek ez segíthet, de ezek inkább látványos sem, mint valódi megoldás. Hát illetve, hogy azt gondolná az ember, hogy ezek lehetnek együttható programok, tehát, hogy egyfelől vannak azok a képzési kezdeményezések, amik jobban alkalmazhatóvá teszik az adott munkanélkülit, és másfelől a járulék kedvezményekkel meg érdekelté teszik a céget is abban, hogy ezt a frissen át vagy kiképzett korábban munkanélküli munkavállalót alkalmazza. Hát igen, de ehhez tulajdonképpen piac kellene, hogy egy cég bővítse a létszámát, vagy akár csak megtartsa a létszámát, és a fő probléma az, hogy a gazdaságpolitikai hatások, jelentős részben a gazdaságpolitika következtében a belföldi kereslet jelentősen szűkül. Hát idén nagyon nagy mértékben szűkül, mi a GDP-nek egy 1,5%-os visszaesésére számítunk, és ez elsősorban a belföldi piacot jelenti. Jövőre nagyjából egy stagnálás körüli, a gazdaság egészében egy olyan 0,5%-os növekedés lesz, de a belföldi piacon igazából stagnálást várunk. Nincs mire fejleszteni, illetve pontosabban a cégek nem mernek fejleszteni, mert bizonytalanság van, és a keresletük pedig egy stagnáló piacon nyilván tehát nagyon szerény. Hiába van kínálat, amíg nem lendül fel a gazdaság, addig nem lesz sokkal több hát munkahely, ez a gond, értem? Hogy mostanra, hogy ez elkésett ez az egész intézkedés. Ha 2 évvel ezelőtt ezzel kezdik, és nem egy csomó olyan intézkedés történik, ami a befektetői bizalmat erodálja, akkor ennek sokkal nagyobb hatása lehetett volna. Most ez inkább, vagy nagyon jelentős részben PR akciónak tűnik, nagyon sok réteg számára ígér valamit, ami nyilvánvalóan az illetőknek öröm, remény. Azt sem mondom, hogy valamit nem javít, de a gazdaság egészének a kockázatait növeli. Mondok még nagyon gyorsan egy konkrét példát, aminek talán sokan örülnek. Ez az ÁFA befizetések szabályának a változása. Korábban erre nagyon sokan vállalkozók panaszkodtak, hiszen a kifizetések fegyelme az ugye rossz Magyarországon, hogy még meg se kapta az ember az összeget, már befizette utána az ÁFát. Ez az igazságtalan helyzet most megszűnik. Ennek legalább örülhetünk felhőtlenül? Én azt gondolom, hogy ennek lehet örülni. Hozzá kell tenni, hogy a visszaigényelhető áfa is csak akkor realizálható, hogyha a cég kifizette az ő alvállalkozóit. Ez teljesen korrekt, tehát ez helyes. Csak ebből az is következik, hogy ennek a hatása megint sokkal kisebb, mint amit első pillanatra gondolunk, de azt gondolom, hogy egyébként ez egy helyes lépés. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.